akár így is kereshetnénk Pokémonokat, de a Nintendo gondozásából kijött a Pokémon Go nevű játék, amivel a városban kereshettek ti is Pokémonokat. Ebből az adásból pedig megtudhatjátok, hogy hogyan, tippek, trükkök, tartsatok velünk! Volt 2014-ben egy játék, amit a Google és a Nintendo közösen csinált. Az volt a nevű Pokémon Challenge. Ez Amerikában volt egy hatalmas nagy sztori, tényleg nagyon sokan kattantak rá. Gyakorlatilag azt lehet a Pokémon Go-nak így az előzményének mondani. Az volt, hogy letöltöttél egy Google Maps-et, egy új verzió Google Maps-et, ami tartalmazta a Pokémon Challenge-et, és az megjelölt egyébként olyan helyszíneket, ahol voltak Pokémonok. Majában műfajban olyan játék még nagyon nem volt, hogy gyakorlatilag kihoz a szobából. A plusz, ami szerintem egy nagyon nagy előnye az, hogy lesétáltat veled egy jó pár kilométer. Tehát az első nap, amikor én Pokémon Go-ztam, hát úgy észre se vettem, hogy 15 kilométert lesétáltott velem a játék. És ezt nem tudod úgy játszani, hogy leülsz otthon a fotelba, és akkor kényelmesen tolod, nem ki kell mozdulnod egyébként otthonról. Jó, erre is vannak egyébként cheatek. Aki ide kattint, az megnézheti Szefi videóját. Ez valóban egy működő történet, én ki is próbáltam. Így nagyon lassan tudsz haladni, és nagyon unalmassá teszi a játékot. Tehát élvezni valójában a játékot úgy lehet, hogy kimozdulsz otthonról. A játékot letöltöd, és azzal kezdődik a játék, hogy elkezd tanítani téged, hogy hogyan dobd el a labdát, stb. Van három Pokémon, amivel kezdhetsz. Neked a kirobja a Charmander vagy a Pikachu-t, akkor ezek közül valamelyiket. A Charmander az ritkábban fordul elő városban, mint a Pikachu. Ha egyik sem jelenik meg, akkor lehet olvasni interneten olyan trükköket vagy tippeket, hogy ha elfogod az első Pokémon, tehát rádobsz a pokélabdára, fölül van egy ilyen elfutás, tehát elfutsz, akkor ki fog dobni újabb három variációt, kiválaszthatod ezeket. Szerintem olyan nagy jelentősége nincsenek, tehát ez csak egy ilyen első lépés. Több stratégia van, de az a legjobb stratégia, hogy fogod, és elkezdesz sétálgatni, először a lakhelyed környékén, megkeresed a pokéstoppokat, és akkor azokat kipörgeted. A pokéstoppok azok olyan műemlékekhez vannak kötve, amik a városnak egy nevezetességei. Szerintem ez azért jó, mert megismered a városnak a nevezetességeit, tehát megismered mondjuk a Hősök terét, vagy a Városligetben vannak olyan szobrok, vannak olyan emlékművek, amelyekről egyébként nem is tudnál, vagy nem is figyelnél rá. Például így találtuk meg a Becsületes Politikusok emlékművét, ami egy üres kőtábla volt, és ezen a poénon egy jót mosolyogtam. Kezdetben, ha jön veled szemben, összes Pokémon fogd be, és gyűjtögessél nagyon sok pokélabdát stoppokból. Ha egy stoppot használsz, az egy 50 XP-t kapsz. Ugye akkor lépsz szintet, akkor kapsz XP-t, hogyha elfogsz egy Pokémont. Ha egy Pokémont elfogsz, akkor az elfogásért 100-at kapsz, de hogyha olyan Pokémont fogsz el, amelyik nincsen benne a Pokékódexedben, akkor kapsz plusz 500 XP-t. Tehát összesen egy olyan Pokémonért, ami nincsen meg neked, olyat kapsz el, akkor azért kaphatsz 600 XP-t. Kezdetben csak egy Pokémonod van, tehát minden Pokémon újnak számít, tehát érdemes az összes Pokémont befogni. Akkor is érdemes befogni a Pokémonokat, hogyha már vannak, mert ugye akkor kapod azokat a candy-ket, meg azokat a szalőtjét, amivel lehet tápolni a Pokémont. Ugye a Pokémont azt úgy tudod tovább tolni, tehát hogy több legyen a CP-je, hogy bemész mondjuk a idet, és a Power Up-ot megnyomod. És a Power Up-pal tudod följebb küldeni. Van ilyen ez a lötyi, amit akkor kapsz, hogyha Pokémonokat fogsz meg, és vannak ilyen candy-k, amik minden Pokémonnak különböző candy-je van. Szerintem nem jó stratégia az, hogy ha a Pokémont tápoltatsz, mert hogyha magasabb szintű leszel, tehát egy 15., 16. vagy 17. szintű, akkor már úgyis erős Pokémonok jelennek meg, tehát teljesen fölöslegesen használod el a candy-t. Sokkal jobban megéri, hogyha kifejlesztesz egy erős Pokémonból egy nagyobb Pokémont, és azt kezded el ápoltatni. Például most is itt, amíg itt kim voltunk, megfogtam egy 459-es dozit. Ha ezt mondjuk most
én fölappoltatom, miért ne appoltassuk föl. Tehát, hogyha csinálok rá egy ilyet, hogy nyomok rá egy ilyen appot, yes, akkor látszani, hogy fog egy nagyobb kipnóvá alakul át, mint hogyha mondjuk egy rögtön az első 6-7-8. Szinteden kezdenéd el ápoltatni a pokémonokat. Ezt is elmesélem, hogy miért lesz, hogyha elfut egy pokémon, mit ne csináljatok. Azt a hibát szokták elkövetni sokan, hogy felszállnak buszra, vagy villamosra, vagy metróra, és úgy próbálnak meg egyébként pokéstopokból fölvenni pokélabdákat, vagy befogni pokémonokat. A Pokémon Go-nak a szervere érzékeli azt, hogy te gyorsabban mész, mint egy gyalog tempó, és kapsz egy ilyen softbant, aminek köszönhetően a pokémonok gyorsabban elmenekülnek, vagy letilt egy kicsit. Tehát, hogyha mondjuk kempelsz, akkor is van ez így. Sokkal rosszabb így ez a tori. Szóval azért vannak itt ilyen sokan, mert hogyha látjátok, akkor ezek a pokéstopok körül ilyen rózsaszín levelek hullanak. Van a alkalmazáson belül egy olyan, ez a modul, amit hogyha csatlakoztatsz egy ilyen pokéstophoz, akkor 30 percen keresztül ezek a pokéstopok magukhoz vonzzák a pokémonokat. És ugye az a városi legenda, vagy városi szokás alakult ki, hogy akkor így Pokémon Go-sok, azok leülnek, és így körbeülik ezeket a pokéstopokat. Általában olyanok köré ülnek le, ami három vagy négy van egymás mellett, és arra rácsatlakoztatnak egy-egy ilyen modult, mert akkor sűrűbben jelennek meg pokémonok. De ez egy hibás stratégia. Elmondom, hogy miért. Azért, mert ezekkel a pokéstopok körül gyakorlatilag, mint ahogy látjátok, viszonylag gyakori pokémonok jelennek meg, tehát Rattata, Pidgey, vagy mondjuk Zubat, és ezek mondjuk kevésbé értékes pokémonok. Ilyen, hogyha sok Rattatát szeretne valaki gyűjteni, akkor hajrá, ez a jó irány, de ennél van jobb stratégia is. Nagyon sokan a belvárosba jönnek pokémonokat vadászni. Most a belvárosban a legtöbb pokémon azok ilyen tök gyakori pokémonok, tehát ez, amikről már beszéltem, ez a Rattata, Pidgey vagy Zubat, ezek annyira nem értékes pokémonok, szinte mindenütt vannak, tehát annyira nem különlegesek, vagy nem olyan hype-osak. Érdemes kijebb menni a külső kerületekbe, és főként a lakótelepekre, ott lehet fogni kifejezetten olyan ritkább pokémonokat, amik mondjuk a városban kevésbé vannak meg. Viszont van egy nagyon nagy hátránya, hogy a külső kerületekben nagyon kevés pokéstop van, és ez azért probléma, mert hogy gyűjtögeted a pokémonokat, akkor egy idő után kifogy a pokélabda. Tehát, hogyha kimentek a külső kerületekbe pokémonokat gyűjteni, akkor a készüljetek föl. Én szerintem egy minimum 60-70 labda legyen nálatok, mert nem fogtok tudni pótolni. Én például nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek még a 11. kerületet. Például Feneketlentó környékén kifejezetten jó pokémonok vannak, de a Kopaszigáton is lehet kifejezetten ritka pokémonokat fogni, de kijebb mondjuk a külsőbb részeken is kifejezetten jó pokémonok vannak. Az a Budapesti Műszaki Egyetemnek a kampusza, ott vannak tűzpokémonok, tehát ott, hogyha valaki tűzpokémont szeretne, akkor a Lánymányosi Öbölés környéke, ott a magyar tudósok körútja, az is, ott is vannak városba kevésbé gyakran előforduló pokémonok. Érdemes kimenni a 4-es metróval a Bikás Park metró megállóhoz, ott is tudtok találni ilyeneket. Valamint, hogyha felszálltok mondjuk a 47-es villamosra, akkor a Kondorosi út, vagy a Fonyód utca megálló környékén sétálgattok, akkor ott is fogtok tenni. Több ilyet nem mondok el, mert mindenki fedezze föl magának, de még mondok egyet. Az Arena Plaza előtt meg elektromos pokémonokat lehet fogni. Ha egyedül Pokémon Go-zol, a Pokémon Go ritkában dobálja ki a pokémonokat, viszont hogyha többen mentek el Pokémon Go-zni, tehát többen sétáltok, akkor értelemszerűleg azt érzékeli a Pokémon Go-nak a szervere, hogy itt sok felhasználó van, tehát oda több Pokémont fog egyébként tenni, és így nyilvánvaló, hogy többet is tudsz egyébként összeszedni. Tehát én azt javaslom, hogy mindenféleképpen próbáljátok ki a külső kerületeket, kettő, mindenféleképpen próbáljatok többen menni, ketten, hárman, nyugodtan mehettek egymás mellett. Én általában 2-3 emberrel szoktam sétálni Pokémon Go-zás közben, 2-3 barátommal, és lényegesen több Pokémont lehet úgy összeszedni. Tudatok egy cheatet,
ami egy ilyen félig meddig hivatalos cheatje a Pokémon Go-nak. Ezt a cheatet, ezt én a Pokémon Go-nak a hivatalos Facebook oldalán találtam. Tehát mégis támogatja ezzel a Pokémon Go. Ennek az a neve, hogy pokevision.com. Ez egy térkép. Ez a térkép ez azt csinálja, ez a Pokémon Go-nak a szerveréről tölti le az információkat, ez használja az adatokat. És a térképen látjátok, hogy megjelent itt egy csomó Pokémon. Ez azt mutatja, itt vagyunk mondjuk a második János Pál pápa téren, és a második János Pál pápa téren milyen Pokémonok jelennek meg. Ezek most ott aktuálisan ott felszedhetőek. Lehet látni, nem tudom annyira kizumolni, hogy mindig a Pokémonok alatt van egy kis visszaszámoló óra. Ez azt mutatja, hogy hány másodpercig van jelen a Pokémon. Ez azért nagyon hasznos ez a kis térkép ezt használni, hogy itt látjátok, megnyitjátok ezt a Pokéradart, és itt vannak ilyen lábnyomok alatta. Ha egy Pokémon hozzád közel van, akkor elméletileg nulla lábnyomnak kéne lenni alatta, ha pedig távol, az akkor 3. Az anyával azt jelenti, hogy olyan 300 méteres sugarú körben van valahol a Pokémon. Ez a 300 méteres sugarú körre szeretném jelezni elég nagy. De én nekem is, meg más készülékeken is, nem csak a Samsungon, én Apple-ön is láttam, meg LG-n is, hogy nem működik jól ez a Pokéradar. Tehát úgy kifejezetten nehéz megtalálni egy Pokémont, a Pokémonra segítség, tehát gyakorlatilag ez olyan lenne így, mint hogyha egy tűt keresnél a szénakazalban. A következő részben mutatjuk nektek azt, hogy Budapesten hol lehet Pikachut fogni. Ez iratkozzatok fel a Szociétás csatornájára, hogy ne maradjatok le erről.